A nyugdíjprémium után februárban mindenki megkapja egy összegben a 13. havi nyugdíjat, kezdte tájékoztatóját Varga Tamás. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a kormány időben kezdte a gazdaság újraindítását, és a fehérvári cégeknek is bőven jutott a versenyképesség növelő és a külpiacra jutás segítő kormányzati támogatásokból. Ráadásul januárban megemelkedik a minimálbér is. Varga Tamás a legfontosabb városi fejlesztések között említette az új belgyógyászati tömb építését, a multifunkcionális csarnok kivitelezését és a múzeum megújítását. A képviselő kijelentette, megemelte a kormány a Modern Városok Program keretében megvalósuló iskolafejlesztésre szánt összeget. A Modern Városok Program keretében eredetileg mintegy 15 milliárd forintos programot terveztünk, amely most 3,2 milliárd forinttal bővült, a kormány döntés alapján is így meghaladja a 19 milliárd forintot, amit a székesfehérvári középiskolákra, gimnáziumokra és általános iskolákra költhetünk, és ezzel a székesfehérvári oktatási intézményeinket szinte teljes körűen megújíthatjuk. Törő Gábor tájékoztatójában elhangzott, a 25 év alatti fiataloknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, és a gyermekeket nevelő családok is visszakaphatják, amit elvett tőlük a Covid okozta válság, hiszen ők is visszakapják a 2021-ben befizetett SZI-ját. Az országgyűlési képviselő a fehérvári beruházások kapcsán a Maroshegyi bölcsőde építéséről beszélt, de kiemelkedőnek tartja a fehérvárcsurgói túlszabályozás megvalósítását, a Nádasladányi, valamint a Bodajki kastély és Kegyhely megújítását. Törő Gábor hozzátette, szinte minden településen történtek fontos beruházások az elmúlt időszakban. Vannak kisebb fejlesztések, ez szinte minden településen előfordult, ilyen az orvosi rendelő, az óvoda, bölcsőde építés, felújítás, és vannak nagyobb fejlesztés, mint a Nádasladányban például a kastélyfelújítás, vagy a Bodajki kastélyfelújítás, Bodajki kegyhely felújítása, vagy Móron szinte az összes iskola felújítása. Törő Gábor hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően egyre élhetőbbek a város vonzás körzetében álló települések, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a falvakban is lakáshiány van.